Sziasztok, a Szerencsavadász vagyok, és jöjjön egy különleges része a teljes Pax szalon sors egy kaparásnak. Ma 4-et kaparunk, 12 000 forint értékben. Átlépjünk a pakli második felébe, ugye 25 darabos a pak, és megnézzük, hogy sikerül-e pluszosat kaparni. Jó lenne egy pluszos kaparás, 13, 14, 15 és 16 lesznek a sorszámok, amikkel próbálkozni fogunk. Így, de szépen lejött az első, sőt, ezt kéne, hogy tegye a második is. Jaj, de jó hangja volt. Szeretem így letépni egymásról őket, ilyenkor még bennem él a remény, a vágyakozás, a szép nagy nyeremény után, aztán ez nem mindig valósul meg. De hát, ha most igen. Drukkoljatok, rám fér. Annyira nem rossz sorsjegy. Kétszer is találtunk már csillagot. Az tök érdekes a bónuszjátékon. Más sorsjegyeken a bónuszjátékok eléggé gyéren szokták pakolni a dolgokat. Most meg az jön. Illetve reméljük, hogy jó változatos lesz majd, és minden játékon sikerül nyerni. A nyerési esély nagyon jó, 42,78-hoz. A főnyeremény szintén jónak mondható, 150 millió. Azért fele is jó lenne, mert hogy Ricsivel felesbe vettük ezt a pakkot, tehát 75 millió fejenként, az gehúzna a szarból. Biztos mindkettőnket. Ugye Ricsiről is kell tudni, hogy ő se gazdag családba született, meg én se, ezért mindenért jó erősen meg kell dolgozni, de akárhogy dolgozik meg az ember, mondjuk bérből és fizetésből túl sok esélye nincsen, hogy akár Pesten lakást vegyen, vagy ilyesmit, aztán szeretni meg mindenki szeretne, tehát így a remény érteti a szerencsejátékozók egy részét, tehát a remény arra, hogy mondjuk egy olyan összeget nyerjen, ami megváltoztatja abból a szempontból az életét, hogy addig elérhetetlen dolgok is elérhetővé válnak. 150 millió forint mondjuk már lehet, hogy nem akkora pénz manapság, hogy teljesen megváltoztassa az ember életét, csak könnyebbé tudja tenni, illetve tényleg olyan normális dolgokat is elérhet belőle, amik csak államnak számítanak, de lehet, hogy amúgy meg a fejünkben úgy működik, hogy azért ez úgy kijárna. Nyerési esélyről beszéltünk, fődíjról beszéltünk, viszont arról nem, hogy amúgy van még egy csomó milliós nyeremény, hát azok is jó lennének. Mondjuk 25 milliósból 10 darab, 5 milliósból van 15 darab, és 1 milliósból 265 darab. Bármelyik jönne, nagyon-nagyon tudnánk annak is örülni. Mondjuk, hogy 1 milliós nyereményt osztunk ki a Ricsivel, abból is legalább egy jó nyaralás meg lehetne, ami azt illeti, meg jó videók, meg még egy csomó minden más, ami amúgy, ja, amúgy jó lenne. De én sem gazdag családba származom, tehát igazándiból mindig mindenért jó meg kell küzdeni, aztán érdemes tanulni, érdemes szorgalmasnak lenni, meg dolgozni, meg beletenni a dolgokba az energiát, aztán lehet előre haladni. Amíg ki nem gáncsolják az embert, azt meg az élet az gondoskodik róla, hogy sűrű megtörténjen ez a tapasztalat. De attól még jó. És jó a játék is. Én kifejezetten szeretek játszani, szeretek izgulni. Az nem jó, amikor olyan a sorsjegy, hogy nem is izgul az ember azon, hogy nyer, mert úgyis elkönyveli, hogy ez kevés játék, azok is szarok. Nem nagyon adja. Ez a sorsjegy, ez még úgy, ahogy azt mondom, hogy ez fenntartja bennem az izgalmat. Szóval én azt mondom, hogy szeretem. Lehetne több játék. Mindenképpen lehetne több játék. 3000 forintért kicsit keveslem a játékok számát, de na nézzük is meg, hogy mit sikerül ebből kihozni. Ugye a 4,5 millióból egy darab főnyeremény, ez rettentő kicsi esély, ezt azért mindenkinek tudnia kell. És itt az első játékon pedig az a lényeg, hogy kijön egy teljes sor, hát az 50-essel belekezdtünk, úgyhogy egy darab nincsen belőle. 21-es viszont van. 26. De aztán ki tudja, hogy hova szedik a szerencse? Hát, ha ide a markunkba. 28. Ideje lenne már. Mióta is? 5 éve, több mint 5 éve kezdtem. 34. Azóta jóval több mint 10 000 sorsjegyet kapartam. Több 10 000 sorsjegyet kapartam már le. 44.
Ahhoz képest, hogy 2 darab 100 000-es nyeremény jött eddig be, az elég kevés. 35, szerintem. De amúgy hozom az átlagot. 48. Tehát ott a pénzemnek átlagban 60%-át kapom vissza, tehát egy 40%-ot tartósan bukok. Vannak jobb hónapok és vannak rosszabbak, de éves szinten ez úgy kijön. 45, viszont nem nagyon találom a számokat, basszus. 39. Lehet, hogy így nyerünk. Ugye egy számmal is lehet rögtön nyerni a 47-essel, vagy most már a 46-ossal is. Hoppá, egy 46-os, de jó lenne. Azt szeretem, azt a számot. Erre ad egy 22-est. És egy 23-ost. Hát akkor jöjjenek a belső számok. 49. Na, hát még az is lehet jó mondjuk. Kerek 40. Nincs. És egy 31-es. Az sincs. Hú, de sok szám maradt ki. Lesz-e kupa 5000-ért? Lesz-e kupa? Nem lesz pénztárca. Következő. Legyen a mi találatunk nagyobb, mint az ellenfélé. 43 kontra 44. Nem nyert. 41-re. 45-öt dob. Nem nyert. És 48. Na, azzal lehet nyerni. Csak nem most. Ki dobja rá a 49-et? Degenyő. 10-nek kell kijönnie. 7 meg 1 az 8. 8 meg 2 az 10. Nyerő sors egyel kezdünk. Yes. Ott a nyerés. 3 meg. 4 az 7. Egy nyerünk már van. Az fix. Nézzük, hogy lesz-e még nyeremény. 11. 29 és 19. Ezeket keressük. 20. Az nem jó. 13, 28, megint mellé, 18, körbelőttük már a 19-et teljes mértékben, 24, és 17, 21, 30, a 29-est is sikerült körbelőnünk, 26, és 22, ez nem jött be. Nézzük, hogy lesz-e két pénzkötegünk. Hamburger, pénz és zseton. Érem, konzol és csoki. Pénz, gyere pénz, gyere pénz, kocka. És egy mobil. Süti, puzzle és pénz. Hotdog, korona és sapó. És aztán üdítő, gitár és lámpa. Nem jött a két pénz egy sorba. Jön egy csillag. 50 000-es csillag, nem jön, célpontja, 10 000-es, nem jön, pizzaszelet, és az 5 000-esért pik, de nyerő a sors, egy 82-10, kijött a bowlingon az íz. Nézzük a nyereményt. 5000 forint, ha-haj, a pakban ez már a harmadik 5000-esünk, jól állunk vele? Nagyon örülök neki, yes, akkor dupla V-ket fogunk találni. Azért remélem lesz nagyobb nyereményünk is. Jóval, ott egy dupla V. Mert benne van a pakliban, benne van a pakliban, hogy legyen nagyobb, vagy esetleg nagy nyeremény. Ott is egy dupla V. Nagyjából olyan 2,5 paklira jön neki egy nagy nyeremény, hogyha így a nyeremény táblát nézzük. Nézzük a 14-es sorszámot. Az vajon ad-e valamit? Hát itt 5000-es kupával nem, az biztos, mert stoppert adott. És aztán 29 van. 37 is megtalálható. 42. Kezdem amúgy megszeretni ezt a sorsjegyet. Még így is, hogy jó nagy mínuszba vagyok vele, de elég élvezetes játszani vele. 48. 31. 38, 2000 forintos sorsékként rohadt jó lenne. 36, 32, hát még ugye a másik bajom vele, hogy gyakorlatilag 1500-1500 forintért megkapjuk ezeket a játékokat külön-külön is. 40, 27, mint amikor másolod a házi feladatot, mi?
39, 33. Na, az esélyekről. A 23-as, a 24-es és a 22, 23, 24-en rögtön nyerünk. Valamelyik bejöhetne. Hát ez nem az. Ez egy kerek 50-es, nem jó. 26-ot ad, na jó, most már 47 is jó lenne nekünk. És erre ad egy 30-ast, és már csak egy szám kéne, de elfogytak a számok. Sajnos ez nem jó. Nézzük a következő játékot. 46, 47. 45, 49. 44, 48. Sikerült túldobnia minden alkalommal. 2 meg 7 az 9, 6 meg 3 az 9, 1 meg 8 az 9. Ó, de kár, hogy nem 9-ot kell keresni. Biliárd. Egy önbiliárdozás. 17, 15 és 27. Kertek hetes végűek. 21, 18 mellé, 19, 25, áj, 15-ös jobb lett volna, 24, 11, 26 mellé megy, 22, 23, és 14, az is mellé. Pénzköteg, az zseton, süti és pénzköteg. Korona, sapó és puzzle, mobil, gitár és burger, csoki, ász és kocka, majd sör, üdítő és pénzköteg. Összesen van pénzkötegből kettő eddig, nekünk egy sorba kell a kettő, gyerünk, adjad, egy megvan, gyerünk még egyet, létszi. Hoddog, gyere pénzköteg, nem jön. Szorzók mik lettek volna, ha jön valami egyszeres mindenhol. Most úgy látszik, hogy azt erőltetné, de a nyeremény nem jött hozzá, az a baj. És nézzük, hogy lesz-e csillagunk. Cocktail, pack, pack, és egy célpont. Ez nem nyerő. Egyön nyerő, egyön nem nyerő. Volt már jobb. A, de rosszabb is. A és E. Következő, 0-15. Egy jó 15-ös, reméljük, hogy megkínál valami nyereménnyel. Én a csillagokkal kezdek 10 000-essel, de az egy zsák 5 000-esre, egy koktélt ad, és egy lovacskát, egy sok figurát, az nem nyerő. Zseton, pénzköteg, gyere pénz, gyere, ó, kávé jött. Egyszeres lenne, ha kettő jött volna. Konzol, puzzle és pénzköteg. Gitár, pénzköteg, gyere pénzköteg, nem jön, sört adja, vagy pénzköteg, gyere pénz, gyere, állj, telefon, és egy, süti, pénzköteg, hotdog, és sapó, lámpa, csoki, és burger, nincs pénz, no money. 29, 19, és 15. Jön-e valamelyik? Ha, rögtön mellé durrantunk a 18-assal. 27, 13, 17, 16, 26, 11, 23, 24, és még egy mellé lövés, 28. Nem jó. 9 meg 2 az 11, 6 meg 4 az 10, yes, ismét nyerő, sors 1, hú, megvan a második nyerünk, nagyon jó. 5 meg, gyere 5-ös, 1-1 5-ös, 8-at a 13, az nem jó. 46, 47, túldobott, 42 és 43, megint túldobott, 45 és 49. Na nézzük itt az elejében, mi a helyzet. 24-et keresünk. Találunk, lekaparjuk. 50-es. Azt nem is látok. 41. Van. 49.
36-os. Azt nem látok. 35-öst, azt igen. 48. Húha, 38 jobb lett volna. És ad egy 25-öst. De minek? 33. Van. És 45. Nincs. De van. Azt mondom, hogy nincs, ezt majd kiveri a szemem. 39. Na azt nem. Inkább 29 kellett volna. És ad egy 47-est is. 26. Kaparjuk le. 42. De nem jó. És 44 szintén. Jó sok hiányzik. És egy csergyukat ad, ez itt nem nyert. De máshol igen. 6 meg 4 az 10. 6 meg 4 az 10, és a nyeremény nem milliós, hanem egy 3000-es, egy alapnyeremény jött ki. Jó az, legalább valami. Mindjárt megnézzük itt a betűket. X, egyszer, X, kétszer, X, háromszor. Tehát az X-ekkel 3000, és akkor összesen van 8000-ünk 9000-ből. Így már álltunk. Viszont van még egy sorsjegy. És hát, ha nyerő lesz, és hát, ha ad mondjuk egy nem alapnyeremény, és a végén még pluszba is kijöhetnénk. Legalábbis én nagyon szeretném. Tehát 0-16-ossal kezdjük is meg itt a 32-esünkkel. Jaj, van belőle, de kedves. Aztán 23-ost, ott van alatta. Nézzük ezt a 25-öst, kaparjuk is le. És 39-est is, de jó kezdődik. Így is folytatná végig, nagyon jó lenne a dolog. De 41-es az már nincs. 22-es sincs. Ha, de van! Azt mondom, hogy nincs, az van. Előbb nézelődjek, aztán gondolkozzak, aztán beszéljek mi. 21. 50. Haladunk. 30. Mi nem? 40. 34. Jaj. 31. 44-es. Az nem mondhatszik. Jaj, elfogytak. Elfogytak. Na nézzük a 26-ot. Hol ahhoz? Nincs a 26. 37 az van. És 49 is van, de elfogytak. Kupa, az nincs, pénztárca van. Megyünk a csillagokra. Egy csillag, de jó lenne, sok. Gyere csillag, pizza. Ez a csillag lenne a legjobb, de nem jön. Pikk. Ezt bepikkelte. Ide. 7 meg. 2 az 9, nem jó. 1, gyere 9. 8, ez is 9, nem jó. 6 meg. 3, az is 9. Mondom én, hogy 9-et kéne keresni. Nézzük a pénzköteg keresést. Egy van is. Gyerünk még egyet ide. Ez kocka, gyere pénzköteg. Sapó. Lámpa, pénzköteg, gyere pénzköteg. Hot dog. Kávé, ász és korona. Mobil. Pénzköteg és puzzle. Zseton, gyűrű és csoki. Sör. Süti és gitár. Pénzköteg nem jött. Egymás ellen dárcozás. 43 kontra 47. 44 kontra 45. És 46. Na, a végére jött nekünk a legnagyobb számunk. Neki meg van egy 49-ese. Biliárdozás maradt. Egy jó biliárdos játék. 30. 13. És 22. Egyezés kell. 17. 18. 11. 20. Ha, miért nem 30? 21. Na, jöhet a 22. 20, 21, 22. Jön, gyere 22.
14 mellé megy. 25. 26. 16. És az utolsó. Az meg a 24-es. Ez nem jött be. Akkor két nyerünk van a 4-ből. Az amúgy nem olyan rossz. Ó betű. Játszottunk is. Volt nyerő is. Buktunk is. A biztonság kedvéért. Mi? És E betű. Különbözőek. Szóval... Volt két nem nyerő sorsjegy, mellé két nyerő sorsjegy, és az egyik az 5000 forintot hozott, hol vannak? Ez a nyerő, igaz a nyerő. Szépen így át fogom itt forgatni őket, hogy a nyerők legyenek fölül. Mind a kettő ezen a bowlingos játékon nyert. 3, illetve 5000 forintot. 12-ből 8000. Reméljük legközelebb még ennél is jobb lesz. Tartsatok akkor is velem, iratkozzatok fel, legyen szerencsénk. Sziasztok!